Sok szeretettel köszöntök mindenkit legújabb videómban, melynek fő témája nem is lehetne más, mint az elmúlt napok legfontosabb történése, a finn NATO csatlakozás megszavazása. Mint ismeretes, egyedül a Mi Hazánk mozgalom képviselte a nemzeti érdekeket, hiszen a nemzet érdeke az, hogy mi minél távolabb maradjunk ettől a háborútól, hogy megőrizzük bármi áron a semlegességünk, és elkerüljük minden áron a harmadik világháborút. Sajnálatos, hogy a Fidesz kormányzatnak a balliberális áll ellenzékkel együtt ez kevésbé volt fontos, és karöltve megszavazta mindkét nagy politikai tömb a finnek NATO csatlakozását. Egyedül a Mi Hazánk mozgalom képviselői szavaztunk nemmel, hiszen mi úgy gondoltuk, hogy ez a felelős döntés, és mint láthatják önök is, egész egyszerűen a Fidesz szavazók nagy része is így gondolja, hiszen én magam még interpellációban is megkérdeztem a kormány képviselőit arról, hogy miért nem tartották fontosnak egy ilyen nagy horderejű dologban azt, hogy megkérdezzék a magyar emberek véleményét. Tisztelt Országgyűlés, Dócs Dávid, a Mi Hazánk képviselő, interpellációt nyújtott be a külgazdasági és külügyminiszterhez. Miért nem kérdezik meg az emberek véleményét a NATO csatlakozásról címmel? Dócs Dávid képviselő illeti a szó. Éppen ezért adódik a kérdés, a nemzeti konzultáció kormányaként mi az oka annak, hogy a valóban fontos kérdésekben, mint amilyen a NATO tovább bővítése, abból egy esetleges harmadik világháború kialakulásáról viszont nem hajlandóak konzultálni az emberekkel. Köszönöm a szót! A nemzeti konzultáció kormánya miért nem tartotta ezt a kérdést annyira fontosnak, hogy konzultáljon az emberekkel erről? Az ő állításuk szerint a kormány.hu-n volt mindenkinek lehetősége a véleményét kifejezni és kifejteni, de hát én úgy gondolom, hogy ez egy igen gyenge érv, amit felhoztak, hiszen egész egyszerűen nem voltak kíváncsiak a magyar emberek véleményére, ugyanúgy nem voltak kíváncsiak rá, ahogy a svéd kormány és a finn kormány sem volt kíváncsi a saját állampolgáraik véleményére, és rengeteg ilyen svéd és finn állampolgár elkeseredetten írt nekünk, Mi Hazánkos képviselőknek levelet, hiszen még az ő országaikban is egyértelmű volt, hogy egyedül a mi pártunk az, ami nagyon helyes döntést hozott, és amely nem támogatta volna, és nem is támogattuk Finnország csatlakozását, ezért ezek az elkeseredett levelek, ezek hozzánk voltak címezve, még Nacsa képviselőtársam is direkt kiemelte, hogy az ő postaládáikat is elöntötték ezek a levelek, és arra kérték őket is, hogy Magyarország és a magyar kormány éljen a vétójogával, és ne szavazza meg az ő országoknak a csatlakozását a NATO szövetséghez. Ez már történelem, sajnos a kocka el van vetve. A Fidesz egyértelműsítette, hogy az uniós pénzek kifizetéséért és a nyugat, a globalista háttérhatalom érdekeiért egész egyszerűen sútba vágta a nemzeti érdekeket, és a baloldali, a globalista baloldali gondolattal együtt és a baloldali pártokkal együtt megszavazta Finnország NATO csatlakozását. A társadalom jelentős részének és köztük a Fidesz szavazók jelentős részének is most esett le a tantusz, hogy valójában a két nagy politikai tömb a Fidesz narancs kormányzás és a balliberális horror koalíció az nem áll olyan távol egymástól, hiszen ezzel a szavazással a finnek NATO csatlakozásának a megszavazásával mindketten a globalista érdekeket szolgálják. Egyedül a Mi Hazánk mozgalom maradt semleges, egyedül mi képviseltük a nemzet érdekét, és ezt a legtöbb ember így gondolja, a legtöbb embernél legyen az akár balos, vagy legyen az akár fideszes, szimpátiát kelt az irányunkba, hogy mi a semlegesség pártján és a harmadik világháború elkerülése okán nemmel szavaztunk ebbe a nagyon felelős döntésben. A legtöbb embernek sajnos a teljes tájékozódás lehetősége nincsen megadva, hiszen ugyanaz a narratíva folyik gyakorlatilag mindegyik csatornán, akár a Fidesz médiákban, akár a balliberális médiákban, ugyanaz az információ jut el az emberekhez. Viszont érdemesebb ezt egy kicsit messzebbről megvizsgálni, hiszen hogyha Oroszországra a Fidesz is nyíltan kimondta, hogy agresszor, akkor Amerikára is ki kell mondanunk, hogy provokátor. Egész egyszerűen azért, mert a NATO legbefolyásosabb tagjaként most egy közel 1500 kilométeres közös határszakaszt szeretne Oroszországgal húzni, ami két katonai szuperhatalom esetében igen jelentős kockázattal bír, és azt gondolom, hogy az orosz fél részéről teljesen megérthető, hogy ezt a kockázatot minden áron szerette volna elkerülni. Ennek okán Finnország NATO csatlakozása még békeidőben is egy meredek terep lett volna, ám most az egész világon egy háborús veszélyhelyzetet élünk át, és ezt az orosz fél nyilván provokációnak fogja felfogni, amely nem szűkíti a jelenleg Ukrajnában található frontvonalat, hanem kitágítja csupán egy közel 1500 kilométerrel, ami azt gondolom, hogy ezt a konfliktust ezt el tudja mélyíteni, ezt ki tudja szélesíteni, ennek mindenképpen elejét kellett volna venni, és ezt mindenképpen el kellett volna kerülni.
Orbán Viktor itthon a parlamentben, illetve a kamerák előtt azt mondja, hogy az itthon tapasztalható több mint 25%-os infláció az a szankciós politikának és a háborúnak köszönhető, ám hogyha megnézzük, hogy ő maga élte a vétó jogával a szankciók megszavazásánál, akkor láthatjuk, hogy akkor csendben volt, és mindent szolgalelkűen, az unió elvárásának megfelelően, úgyhogy ott jóvá, ahogy előterjesztették. És ennek a elhibázott szankciós politikának, valamint a finnek NATO csatlakozásának a megszavazásának meg is van az eredménye, hiszen Oroszország barátságtalan országgá minősítette Magyarországot, ami nem csak kulturális, de gazdasági téren is elmérgesíti a két ország viszonyát. Reméljük, hogy katonai konfliktus pedig soha nem fog ebből kitörni a két ország között, hiszen azt láthattuk már a történelem folyamán egy jó párszor, hogy amikor idáig eszkalálódott a helyzet, annak mindig mi ittuk meg a levét. Az orosz-ukrán konfliktus kitörésének egyéves évfordulója alkalmából a Fidesz egy béke mellett kiálló határozati javaslatot nyújtott be a parlament elé, amiben csak a legfontosabbat felejtették el közölni a magyarság szemszögéből, hiszen azt gondolom, hogy minden nemzetnél, minden népnél az a természetes, ha elsősorban a saját érdekeit próbálja megvédeni. Itt nem fordítottak kellő hangsúlyt a Kárpátalján élő magyar kisebbség megvédésének az érdekében, hiszen láthatjuk, hogy jelen pillanatban és napjainkban is zajlik az őshonos kárpátaljai magyar kisebbség felszámolása, egész egyszerűen az ukrán rezsim magyartalanítja ezt a térséget. És hát Orbán Viktor nagyon helyesen azt mondta, hogy nekünk magyaroknak Magyarország érdekei az első. Soha se helyezzük magunk fölé és magunk elé. Magyarország az első. Ez a nemzetközi politikában az egyetlen helyes megközelítés. De ezzel szemben nézzük meg, hogy mi a valóság. A valóság az, hogy Magyarország kormánya, ahelyett, hogy minden nemzetközi fórumon megpróbálna a magyar kisebbséget védeni Ukrajna területén, megpróbálna a vétó jogával élni, megpróbálna szankciókat hozni Ukrajna ellen, ez helyett teljes mértékben kiszolgálja az Európai Unió elvárásainak megfelelően Ukrajnát, hiszen katonákat képeznek ki Magyarországon, hiszen egész egyszerűen milliárdokkal támogatjuk közvetve is akár azt a háborút, ami Ukrajna keleti részén zajlik, és ahol magyar katonák esnek el úgy, hogy semmi közük ehhez a háborúhoz, illetve egészen elképesztő, hogy amíg Ukrajna két lábbal tiporja a magyar kisebbség jogait, amíg nyíltan megfenyegetik Magyarország miniszterelnökét, amíg semmiben nem veszik a nemzetközi jogokat, addig mi egy humanitárius folyosót nyitottunk, már nem csak emberek számára, hanem gazdasági értelemben is, hogy a Közel-Keletre és Afrikába el tudjon jutni az olcsó ukrán gabona, ám ez a helyet, hogy ezt a két úti célt lett volna hivatott elérni, itt maradt Közép-Európában, tönkretéve ezzel a magyar gabona termelőket, reméljük, hogy csak rövid távon. Nehezen hihető az, hogy a magyar kormánynak tényleg Magyarország az első, akkor, amikor végignézi a saját nemzettestvéreink pusztulását, a tőlünk nem olyan messze található Kárpátalján keleti szomszédunk nyugati felén, hiszen egész egyszerűen a magyar kormány Ukrajna területi integritásáért emelt szót és feltétel nélkül támogatja Ukrajna-Európa Uniós csatlakozásának a lehetőségét is, ami egészen abszurd, hiszen azt gondolom, hogyha Oroszország barátságtalan országgá minősítette Magyarországot, akkor nekünk ezt már rég meg kellett volna tenni Ukrajna vonatkozásában. Már teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a Fidesz kormány, valamint a balliberális pártok teljesen más gondolnak a békéről, mint a Mi Hazánk mozgalom, és ezt egyértelműsítettem is abban a határozati módosító javaslatban, melyre felkértem a frakciónk többi tagját is, hogy írjuk alá és nyújtsuk be közösen, hiszen mi a békét máshogy értelmezzük, és a történelmi ismereteink alapján mindenképpen el kell kerülni azt, hogy újra rossz lóra tegyünk, el kell kerülni azt, hogy a két világégés, amely mögöttünk tudható, vesztes kategóriájának a nyertesei voltunk, hiszen egész egyszerűen a magyar nemzetet nem lehet újra egy ilyen veszélyhelyzetbe sodorni, a magyar nemzetet távol kell tartani ettől a katonai konfliktustól, hiszen látjuk, hogy a nyugat, amikor a NATO-t definiálja egy védelmi szövetségként, akkor hogyan jutott el mára arra a szintre, hogy sisakok helyett vadászrepülőket küld az ukrán hadszintére, hogyan tartja fenn mesterségesen ezt a háborút, amely nem a magyar érdekeket szolgálja, és effektíve veszélyezteti Magyarországot és a magyar nemzet minden tagját. Mi nem csak a finnek NATO csatlakozására, hanem a háborús nyugati politikára is egyértelműen nemet mondunk, hiszen nem szeretnénk, hogyha amerikai globalista gazdasági érdekek miatt újra mi lennénk a háború legfőbb vesztesei.